közel 3 milliárd forintos fejlesztés, új körforgalmi csomópont, felújított útszakasz és kerékpárút segíti a közlekedést Ibrányban. 40 éves kismamák, 2018-ban minden 19. csecsemőnek legalább 40 éves vagy idősebb volt az édesanyja. Közel 3 milliárd forintos beruházás keretében új körforgalmi csomópontot adtak át Ibrányban, a Nagyhalászra vezető szakaszon. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A projekt részeként 4,5 kilométeres szakaszon felújították az aszfaltot, valamint 1 kilométer hosszan kerékpárút is épült, amely elősegíti a rugalmas és biztonságos közlekedést. Ibrányt és Nagyhalászt köti össze az a megújult közel 5 kilométeres útszakasz, amely elejéhez és végéhez is egy új kivilágított körforgalmi csomópont csatlakozik. A két település között a csapadékvíz elvezetését is megoldották, valamint nagyjából 1 kilométeren új kerékpárutat építettek, amely a két település közti munkába járás feltételeit javítja. Topos forrásból valósult meg, amelyet nagyon várt már Ibrány és Nagyhalász lakossága is, mintegy 3 milliárd forintból valósult meg. Két körforgalom épült, az egyik Nagyhalászban, a másik Ibrányban, és ez köti össze egy 4460 méterben ez a 3281-es számú főút. Nagyon vártuk már, biztonságosabbá tette itt a közlekedést, a munkába járást, azonban el kell, hogy mondjam, hogy nem csak Ibrány és Nagyhalász lakosságát szolgálja ez ki, hiszen ezen az úton közlekednek Tokaj felé is, úgyhogy ez az út igazán biztonságossá vált, ez a csomópont, és nagy örülünk annak, hogy végre átadhattuk és megvalósulhatott ez a fejlesztés. Trencsényi Imre ünnepi beszédében kiemelte, több terv is megszületett már annak érdekében, hogy Ibrány közlekedése tovább fejlődjön. A legfőbb cél az, hogy a környékbeli településekről könnyebb legyen a bejutás. Emellett a turizmus fejlesztésében is szeretnének előrelépni egy újabb kerékpárút megépítésével, amely a Tiszapartig vezetne. Járási székhelytelepülésként azért kötelességünk is gondoskodni arról, hogy Ibrány megközelíthetősége tovább javuljon. Itt a legégetőbb probléma a bújt Ibrány összekötő út megközelíthetősége, ezt tervezzük felújítani, hiszen akár a járóbeteg szakellátóközpontot, vagy akár a járáshivatalt, vagy a gimnáziumunkat nem tudják tömegközlekedéssel megközelíteni bújról, hogy ez egy prioritás számunkra. A térség országgyűlési képviselője elmondta, a fejlesztések legfőbb szempontja a biztonság növelése volt. Ugyanakkor fontos, hogy a közelmúlt beruházásainak köszönhetően a hosszabb távra indulók számára is könnyebbé vált a közlekedés. Jelentősen javult a közlekedési infrastruktúra Ibrány és Nagyhalász térségében, de hogyha áttekintjük, akkor Ibrány közel van a Bujik-Kótai úthoz, amely most, pontosabban az már korábban megújult, de a Nyíregyházához bevezető szakasza a Nyírszőlősi út most újult meg, a nyugati elkerülő becsatlakozik Nyírszőlősig, tehát ennek a térségnek Nagyhalász, Ibrány, Gávavencselő, Paszap, Tiszaberce, vagy néhány települést említsek, ott fognak fölmenni az autópályára a teherautók vagy a személygépjárművek, ami azt jelenti, hogy körülbelül 20-25 perc alatt az autópályát elérik. Vinnai Győző hozzátette, hamarosan útjára indulhat a kisvárosi fejlesztési program, amelyre érdemes Ibránynak és Nagyhalásznak is becsatlakoznia annak érdekében, hogy további forrásokat érjenek el akár a közlekedés biztonság további fejlesztésére. Tudatosan vagy kevésbé tudatosan, de egyre több nő vállal 35-40 éves korában gyermeket. Több mint háromszor annyi nő szült 2018-ban a 40-es éveiben, mint másfél évtizeddel ezelőtt, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Így tavaly minden 19. csecsemőnek volt legalább 40 éves az édesanyja. A József András oktatókórház adatai is megegyeznek az országos átlaggal, az évi 3700 szülésből körülbelül 140 esetben 40 év fölötti a kis mama. Látványos változás következett be a szülőnők életkorában, egyre kevésbé vállalják fiatalon az anyaságot. Korábban nem tapasztalt dinamikával emelkedett az első és a további gyermeket vállaló anyák átlagos életkora. A korábban a legtermékenyebb életkorúnak számítók, 20-24 éves nők 1990 és 2009 között több mint kétharmaddal kevesebb gyermeket vállaltak. Helyüket a 20-as éveik második felében, illetve a 30-as éveik elején járó nők vették át.
Ez a váltás viszonylag gyorsan és rövid idő alatt következett be, olvasható a Központi Statisztikai Hivatal kiadványában. 2009-ben a szülőnők átlagos életkora 29,5 év volt, az első gyermeküket váró nők pedig 28 évesek voltak. A nők igényei között is megjelent, hogy egy vagy több diplomát szerezzenek, karrierépítésbe kezdjenek és világot lássanak. A gyermekvállalás időpontja ezek miatt is eltolódhat, azonban az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy már alig van különbség az érettségizettek és a diplomások gyermekvállalási hajlandósága között. Én úgy gondolom, hogy a tudatos dologról van szó, egyértelmű, amit hallottunk is. Tehát először a munkahelyi viszonyokat akarják rendezni, legyen meg azok a körülmény, hogy tudják várni a gyereket, és utána vállalják. A másik nagy változás, ami volt, hogy most az ugye családpolitikai változásokban, családsegítő változásokban, igen, bizony nagyon sokan gondolják azt, hogy a első gyereket megszülték a 20 éves kor környékén, eltelt 10 év, 12 év, és úgy mondják, hogy na még akkor jöjjön egy vagy két gyerek, és nem csak a pénz miatt, hanem van egy ilyen tünet, hogy kiürül a család, kiürül a fészek, üres fészek szindrómának hívják egyébként ezt. Úgy gondolják, hogy na még egy gyerek, hogyha jön, akkor ők családjuk újra fel fog pesdülni, és sokkal jobb lesz a későbbi időszakok, és igenis vállalják. Talán a harmadik, ennek viszont nem nagyon örülünk a szakmában, hogy vannak olyan riportok, vannak olyan hölgyek, akár a médiában szereplők is, akik hangsúlyozzák azt, hogy lám-lám, ő tudott 45-46 és is szülni, hát ez lenne a méltó dolog mások részére is. Ez egy nagyon veszélyes téma. A későbbi gyermekvállalásnak azonban kockázatai is vannak. 30 éves kor felett a nők fogamzó képessége kezdetben lassan, 35 év felett egyre gyorsuló ütemben csökken. Nem minden nőnek marad meg a fogamzó képessége 40 éves kor felett. 40 éves kor körül a ciklusok kb. 10%-a, 45 éves korban pedig 50%-a már nem jár pete éréssel, ami az alapja annak, hogy a terhesség létrejöhessen, tette hozzá dr. Papp Károly. A szakember kiemelte, az eredmények azt mutatják, jelenleg a 30-35 éves korosztályban a legbiztonságosabb a szülés. Sajnos diagnosztika, tehát valóban diagnosztika, ami pontosan, egyértelműen, 100%-osan megmondja, hogy kinek fog sikerülni a terhesség, kinek lesz egészséges a gyereke, ilyen nyugodtan kimerem mondani, nincs. Jelenleg nincs. Vannak szűrések, nagyon jó szűrések, amelyek 60-80-90% biztonsággal meg tudják mondani, hogy egy bizonyos szempontból egészséges lesz-e vagy nem. Az összest mérni, ellenőrizni nem tudjuk. Tehát akkor visszamennék a természetes dolgra, igenis. Én azt mondom, hogy valahogy 30 éves kor alatt mindenféleképpen az első gyerek megszületését kellene elgondolni fiatalokként. Ez nagyon érdekes dolog, hogy csináltak felmérést, hogy 14-15 éves korban így gondolkoznak. 21-22 éves korban 4-5 évvel később leteszik, mikor oda kerülnek, majd még nem vagyok érett, majd később is tolódik azért. A császármetszések száma jelenleg már 40% fölötti hazánkban. Ennek okai között szerepel például a 40 év feletti kismamák aránya. Papp Károly hozzátette, minden nap találkozik olyan nővel, aki úgymond kicsúszott az időből, ezért későn szembesül a meddőség problémájával. Az orvos azonban kiemelte, a mai tudománynak és eszközöknek köszönhetően egy 35-40 éves nő is ugyanolyan biztonsággal tud megszülni, mint egy 20-25 éves. 253 szakember, 78 darab gép és 13.000 tonna útszóró só áll a Magyar Közút Non-Profit ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának rendelkezésére az idei téli időszakban. A közút országos szinten 32.000 kilométernyi utat kezel. Ebből 2.275 kilométer hosszú út állapotáról kell gondoskodni a Szabolcs megyei szakembereknek. A téli készenléti rendszernek 4 fokozata van, a közútkezelőnél november 10-től folyamatos az ügyeleti szolgálat. Felkészült a géppark a téli időszakra. A Magyar Közút nyíregyházi és további 6 mérnökségén is rendbetették és beüzemelték a speciálisan téli feladatokat ellátó munkagépeket, valamint téli felszereléssel látták el az univerzális járműveket a szakemberek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság 2275 kilométernyi útszakaszért felel, ahogy a megyei igazgató kiemelte,
A téli felkészülés egy egész éves feladat. A tényleges téli időszámítás pedig november 10-én kezdődik a közútnál. A legnagyobb problémát a hófúvás okozza a hideg hónapokban. November 10-ig be kell fejeznünk az úthálózat felkészítését, el kell végeznünk a kátyúzási feladatokat a burkolaton, ki kell helyeznünk a szükséges helyekre a hóvédműveket, ez megyei szinten most 38 kilométeren történt meg. Meg kell történni a gépkezelő személyzetnek az ismételt oktatásnak, illetve föl kell készítenünk a mögöttem látható gépparkot is erre a téli időjárási, illetve a téli üzemeltetési időszakra. A téli szolgálat november 10-én kezdődik. Ettől a dátumtól ügyeleti szolgálat működik a közútnál. Ebben az időszakban fontos az információközlés. Ilyenkor történik a sikosságmentesítés és hóeltakarítás, de az útmenti növényzet gondozása is a megyei igazgatóság feladata. Az idei téli időszakban 253 szakember látja majd el ezeket a feladatokat, illetve összesen 13 ezer tonna útszóró só áll a megye rendelkezésére. A március végéig tartó időszakban egy diszpécseri rendszer koordinálja a munkát, ők tájékozódnak a meteorológiai jelentésekből, ellenőrzik a webkamerákat, valamint egy flotta menedzsment rendszeren keresztül a járműveket is nyomon követik. A téli készenléti rendszernek 4 fokozata van. A negyedik a 24 órát meghaladó havazást, hófúvást vagy ónos esőt jelenti. Egy átlagos télen nagyjából 15-20 havas és 50-60 sikos nap van, közölte a megyei igazgató. A téli hóeltakarítási síkosságmentesítési feladatok ellátására 78 darab saját gép áll rendelkezésre. Ebből a 78 darab saját gépből 56 darab az úgynevezett kombinált gép. Ezek a kombinált gépek, ezek föl vannak szerelve sószorú és hóeke adapterekkel egyaránt, így egyszerre egy időben tudják megkezdeni a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokat is. Ezen felül még 10 hómaróval rendelkezünk, 7 homlokrakodóval és 5 gréderrel. Fölkészülve a rendkívül téli időjárásra további 28 lehívható gépre kötöttünk megyei vállalkozókkal szerződést. Itt egy rendkívül téli időjárás esetén lehetőségünk van nagy teljesítményű traktorok és homlokrakodók igénybevételére. Óvári László a sajtótájékoztatón azt is kiemelte, elakadt járműveknek nem tudnak segítséget nyújtani, ez nem a közút feladata, hiába várnák ezt tőlük. A Magyar Közút azt kéri az autósoktól, hogy megfelelő műszaki állapotú autókkal induljanak útra télen, ha pedig szélsőséges az időjárás. Legyenek türelmesek és inkább 5-10 perccel később, de biztonságosan érjék el úti céljukat. Idén is díjazza a térségben kiemelkedő tevékenységet végzőket a Vállalkozók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. 10 kategóriában választottak jelölteket, akik közül 3-an 1 millió forint, a külön díjasok pedig összesen 500 000 forint várományosai. A díjazottak neve a Prima Gálán derül ki november 22-én. Az ünnepséget a megyeházán tartják. Idén már 14. alkalommal rendezik majd meg a Prima Gálát Nyíregyházán, ahol minden alkalommal bemutatkozó kisfilmet tekinthetnek meg a díjra jelöltekről a meghívott vendégek. A VOSZ megyei szervezete fontosnak tartja, hogy ne csak országos, hanem helyi szinten is elismerjék a kiemelkedő tevékenységeket végzőket. A VOSZ részéről, mióta indult ez a Prima mozgalom, nevezzük mozgalomnak, azért fontos mindenütt, nem csak nálunk, minden megyében és az egész országban, hogy azokra a kiváló tehetségekre, akik különösebben nem kaptak elismerést, vagy ha kaptak is, de nem kerültek eléggé reflektorfénybe, azt mi vállalkozók ismerjük el. A jelöltek listáját idén is egy testület állította össze különböző kategóriákban, egyebek mellett a magyar irodalom, képzőművészet, magyar sajtó és a tudomány területén végeznek kiemelkedő munkát a díjak várományosai. Minden évben nálunk mind a 10 kategóriában jelöltet állítunk. A jelölés úgy folyik, hogy bekérünk különböző intézményektől jelölteket, azon kívül a VOSZ-nak a megyei elnöksége, és egy társadalmi kuratóriumi testülete is állít jelölteket. Ez a testület, ez 12 főből áll,
Kaptunk most is több intézménytől jelöltet, úgyhogy volt olyan kategória, ahol 5 jelöltünk is volt. Volt egy, ahol csak éppen egy, tehát itt nem volt túl nehéz a döntés. És ezekből választja ki ez a 12 fős társadalmi kuratóriumi testület azt a 10 embert, vagy jelöltet, aki egy-egy kategóriában jelöltként majd a Prima Gálán részt vesz. A második fordulóban, vagy ütemben döntjük el ugyanez a kuratórium, hogy kik kapnak majd díjat. A 3 Prima díjas egyenként 1 000 000 forintot kap majd, a külön díjasok azonban most a korábbiaktól eltérően 2 lesznek, akik 250-250 000 forintot kapnak. Az idei Prima Gála november 22-én pénteken lesz a Megyeházán 18 órától. Vasárnap ismét hazai környezetben lép pályára a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1 piros csoportjának 7. fordulójában a velük azonos mutatóval álló MTK Elite Basket csapatát fogadják. A mérkőzés 5:30-kor kezdődik a Continental Arénában. Az első 2 bajnoki meccsen elszenvedett vereséget követően már 5-ös győzelmi sorozatban van a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, 4 bajnoki találkozón és egy HEP kupa mérkőzésen diadalmaskodtak a cápák. A legutóbbi pécsi fellépést követően a szokásosnál több ideje volt a csapatnak arra, hogy felkészüljön az MTK Elite Basket elleni meccsre. Mivel voltak sérültek és betegek a nyíregyháziaknál, nem is ártott a hosszabb szünet, amit azért néhány új elem beépítésére is felhasznált a szakmai stáb. Ez a hosszabb szünet egy picit megosztódott, hiszen szerdán volt egy U20-as mérkőzés a fiataljainknak, illetve kedden egyetemi mérkőzést játszottak. Ennek ellenére azért próbáltunk megnézni olyan dolgokat, amivel meg tudjuk lepni egy picit az MTK gárdáját. Remélem, hogy sikerült rendeznünk egy kicsit olyan kérdéseket, amik nem voltak eddig tisztázottak a csapat taktikájából esetlegesen, és bízom benne, hogy ott fogjuk folytatni, ahol abba hagytuk a bajnokságot. Jelenleg a tabellán 5 győzelemmel és 1 vereséggel álló Budafok és Veszprém mögött 5 együttes következik 4-2-es mérleggel. Köztük van a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks és az MTK Elite Basket is. Picit talán jobban szerepelnek, mint ahogy azt elsődlegesen vártuk, viszont azért csinálnak meglepetéseket, hiszen a HEP kupában a Tesonyosi Egyetem csapatától kaptak ki, és így nem tudják ott folytatni a küzdelmeket, tehát eléggé azért hullámzó a teljesítményük. Mi szeretnénk azt, hogyha ez a hullámvölgy nekik tovább tartana, és itt vasárnap nem teremne sok babér az MTK-nak, de természetesen tudom, hogy egy olyan csapat jön, aki győzni akar. Ráadásul, mivel már nyertek 4 mérkőzést, egy picit az önbizalmuk is úgy gondolom, hogy megjött. Éppen ezért nekünk az első pillanattól kezdve, ha lehet, még agresszívebben és még koncentráltabban kell kosárlabdázni. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks MTK Elite Basket találkozó vasárnap 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsei Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják az összecsapást. A mérkőzésre érdemes a megszokottnál korábban elindulni, mivel a Rally Európa bajnoki futam miatt Nyíregyháza belvárosában több utca is le lesz zárva. A hét elején edzésbe állt Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló november végén 3 hetes edzőtáborozásra Tokióba utazik, hogy az olimpia helyszínén ismerkedjen a körülményekkel. Pokrovenszki József tanítványa a szintidő teljesítésével vagy világranglistás helyezésével juthat ki a jövő évi 5-karikás játékokra. A dohai világbajnokság után a megszokottnál némileg rövidebb pihenőt kapott Hellebrand Máté, aki a hét elején elkezdte a felkészülést a következő szezonra. Pokrovenszki József tanítványa egyelőre hazai környezetben gyűjti a kilométereket, emellett edzőjével új elemeket is igyekeznek beépíteni a napi munkába, a regenerálódást és a prevenciót szem előtt tartva. Az első héten még csak a csúcsidőszakban megszokottább, mint egy felét teljesíti a nyíregyházi gyalogló. A felkészülés közepén például heti 140-150 km-t szoktunk gyalogolni, most a felkészülés elején 80-90 km-t. Szóval nagyjából hát majdnem a fele mennyiséget edzünk. Most még csak napi egyedzés van, kiegészítésképpen vannak gyújtornás, illetve TRX-es edzéseim, illetve úszni is el fogok majd járni. Illetve most már be fogjuk iktatni a szaunázást is, mivel Tokióban is hasonlóan párás lesz a levegő, mint most Dohában volt. Ezért próbálunk már most nagyjából felkészülni rá, amennyire csak lehetséges. A Magyar Olimpiai Bizottság és a jövő évi olimpia rendezője között létrejött megállapodásnak köszönhetően Hellebrand Mátének a helyszínen is lesz lehetősége megismerkedni a tokiói körülményekkel.
Most úgy néz ki, hogy november végén egy 3 hetes edzőtáborba fogunk utazni Tokióba. Ez még szervezés alatt áll, viszont nagyon-nagyon hasznos lenne, hiszen megismerkedhetnénk az ottani kultúrával, helyjel, versenypályával, ételekkel, illetve ki tudnánk próbálni, hogy 9-10 órás repülőutat hány nap alatt tudjuk kipihenni, illetve az időeltolódást mennyire tudjuk átvészelni, és hát ez az olimpia szempontjából nagyon fontos lenne. Az olimpiai szintidő az 50 kilométeres gyaloglásban 3 óra 50 perc. Hellebrandt Máté reményei szerint jövő tavasszal a hagyományos dudincei versenyen már bebiztosítja az ötkarikás részvételt. Amennyiben ez nem sikerül, a világranglista helyezés alapján is ki lehet jutni Tokióba, ahol a legjobb 60 versenyző állhat majd rajthoz. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Mintegy 3 milliárd forintos Európai Uniós pályázati forrásból új körforgalmi csomópont és új kerékpárút épült Ibrányban, valamint mintegy 4,5 kilométeren újra aszfaltozták a Nagyhalászra vezető útszakaszt. Az átadó ünnepségen elhangzott, az elmúlt időszak beruházásainak köszönhetően érezhetően rugalmasabb és biztonságosabb lett a közlekedés a térségben. Tudatosan vagy kevésbé tudatosan, de egyre később vállalnak gyermeket a nők Magyarországon is, nem ritka a 35-40 éves kismama. Több mint háromszor annyi nő szült 2018-ban a 40-es éveiben, mint másfél évtizeddel ezelőtt, ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Így tavaly minden 19. csecsemőnek volt legalább 40 éves az édesanyja. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 8-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Én pedig a munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra! Pénteken eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Kezdetben több helyen előfordul eső, zápor. A déli szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 fok körül alakul. Szombat estig eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég. A köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Hosszabb, rövidebb napsütésre is számítani lehet, esőzápor főleg a körzet nyugati részén helyenként előfordulhat. A déli, majd az északira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15-20 fok között alakul, keletebbre lesz a melegebb. A következő napokban is változékony időben lesz részünk. A rövidebb napos periódusok mellett inkább erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző.